Szevasztok srácok, Zoom vagyok, üdvözlök mindenkit, és látjátok, tele vagyok megint questekkel, viszont ma nem ezért jöttünk, hanem azért, mert ismét itt van a felejthetetlen Spoiler Express, egyenesen az amerikai szerverről, és meg is érkezett a legfrissebb tevőmről. Előtte szeretném viszont még elmondani, hogy az előzetesen meghirdetettekkel szemben nem 8-tól, hanem este 10 órától fogunk találkozni Vitya csatornáján, és először beszélünk az addig megjelent 23 lapról, most 22-t láttunk, de este 9-kor elvileg jön még egy, és akkor arról is fogunk beszélni, és utána pedig nála tevőmről lesz, amit viszont most itt láthattok nálam, ami, hogy mi is lesz az, nézzük is. You've never heard of the Year of the Raven? Well, there are a few things you should know. Hát akkor még egy kis tízelés a holló évéhez. Klasszikus pakkot kapunk, és hát a holló áldása lesz ez. Igen, közeledik Witchwood, nagyon jó. Klasszt kell választani, és random deck. Ez még úgy sem volt, úgyhogy lássuk. Na, milyen custom volt az előbb? Volt valami custom specifikus, mert nagyon nem figyeltem, csak itt dumáltam közben. Rogue vagy Warrior és Beastek. Hát csináljunk már meg a Rogue-ot. Csináljunk meg a Rogue-ot, és akkor a három nyereses is meg lesz. Jó. De nem play módban, hanem hát nyilván tevőmről van, csak speciális vagyok, és egyébként meg lesz majdnem a 2000 aranyom is. Szóval tevőmről. És Rogue. És már megyünk is. Kíváncsi vagyok, hogy mi ez a holló áldása, meg hogy milyen decket kapunk. Még ilyenkor annyira jó lenne, hogyha már kint lenne, mint ahogy nektek este 10-kor kint lesz már, hogy mi az, amivel játszani kell, és akkor csak bemész azzal az egy kaszttal, és így nagyon jó. Hát nekünk most ki kell tapasztalni, hogy mi ez. Valyra versus Liadrin. No. My blade burns with holy fire. Watch your back. Azért a két envenomos sok, a Hungry Crab az paladin ellen valószínűleg jó. És hát nyilván a fegyver. Csak mondjuk a Shiny Finder, hát mondjuk eddig elég randomnak tűnik. Lesz-e benne Kingsbane? It seems a harbinger of the Year of the Raven has arrived. Nem láttam. Aha. Szép. The light dims, but we fight. Wind Fury-t egyértelműen. Kidobom, ingyen leszedi. Nem akarom annyira azt a fegyvert. The Year of the Raven is a wee bit creepier than the rest. Creepier? Na mit kapsz? Lifesteal-t, mi? Hát ő is Wind Fury-t, hát mi más kapott volna, ugyebár. Jó, csinálhatjuk azt, hogy ez backst... de nem... Nézzük, milyen fegyvert kapunk először is. Jó, nincs fegyver a deckben. Ez zseniális. Úgyhogy elpazaroltuk. Ezt tudtam volna. Szóval charge-ot is kaphat. Stealth, nagyon jó. Jó, de ezt elbuktuk. De így kell, tehát hogy kijátszottam két manáért a lapot, és így nem ad semmit. Charge? Nem charge. Így az a baj, hogy ez így simán csak meghal. Nem, szerintem ezt egyébként feladhatjuk. Azt, hogy semmilyen fegyvert nem kaptam, hogy Kingsbane-t, hanem így... De ez miért volt jó? Ezt arcra kellett volna először, ha már. Ez lehet egy betrayal. Csak hogy csinálom a betrayal-t?
Mert hogyha őt ráveszem, hát ez semmit nem csinál, velem megölöm, hát akkor meg már inkább izé. De 4-es sebződ még mindig jobb, mint 7-et szerintem. Betrayal-e, hogyha azzal megöltem volna ezt, attól még mindig 4-et kapok és fennmarad. Így 3-at kapok. De hogy... Menjél már haza. Ez lehet a tanárnéni. Egyébként. Vagy lehetne, csak... Akkor inkább legyen már Betrayal, nem? Ezzel lehettem volna greedy-bb valójában. Na, Tatskár mit kap? Hát és így 8 HP-n végre nekünk is van boardunk. Azért ez nem semmi. Az ellenfélek pedig prémium lényei, amik nyilván mérgezők lesznek. Remek. Csodálatos. Pay attention, class. The raven gives way to some dark transformations. I'm ready to learn. Ez még nem annyira rossz. I shall do as you say. Suck steel. Most 3 az 1-ért. Mert ez... Na jó, várjunk még egy kicsit, mert mémelünk, de hogy fogunk itt nyerni. Hogyha az charge-ot kap, akkor neki nagyon jó. Must I slay you again? Follow the rules! Hát egy dolog fix, hogy az ellenfelem csak jobb lényeket, vagy Winfury-t kap, vagy mérgezőt, semmi mást. I'm ready to learn. Ez ugye pont semmit nem csinál. Charge. Hát nem charge, akkor az is ebben kijöttük. Instructions begins. Igen, tudtam volna még egyet ütni vele. Semmit nem számított. Remek ez a rogue deck. Miért van benne a Shiny Finder, hogyha nincs hozzá fegyver? Én már csak ezt nem értem. És kijátszottunk egy Beast-e, zseniális. Próbáljuk már meg a Warrior-t. Ha már így elcsesztünk 8 egész percet erre a hülyeségre. Na hát, minőségi Taunt Warrior? Ez egy körvállítólag, és hogyha lenne nára random Doomsayer, akkor meg tudjuk enni. Valami kis mérgező lényt meg tudunk enni, nem olyan rossz az szerintem. És kezdhetünk rögtön a... A Chain Gang az mindig jó. Legalább nagy value. Főleg mondjuk egy ilyennel. Nyilván, hogyha megcsinálom ezt. Biztos, hogy lesz... Miss one damage. Whatever. Jó. Hogyha egy HP-n fog múlni, akkor klasszikus. Jó. Na hát a Public Defender-t csak kiraknám. Nobody, no mennyire jó a nullás charge. Viszont így fixen tudom, hogy ennek adja, ami nem rossz szerintem. Jó minőségi visz. Király.
Nagyon juicy. Akkor ez arc. Trade. Ah, nem. Hát akkor így. Wow. Akkor csináljuk már meg ezt. Négy mana, 2x8-8, vagy 8-9. Azt szerintem meccset nyer. Ha csak nem lesz nála valami meteor, vagy ilyesmi. Nem mérgező. Jó. Mondjuk kapagnának charge-ot. Ami azt illeti. Charge. Hát ez tempóból még nyert. A pakikat nem győztem számolni, ahogy itt jöttek föl. Na jó. Hát akkor 2000 fölött vagyunk aranyban, és nyithatunk 2 paklit is, úgyhogy aki ma velem tartott, az duplán örülhet. Na gyertek, először koboldozzunk egy kicsit. Na és... Semmi. Ó. Egy koboldos epik. Egy szavam nincs. Call to Arms-om nem volt az amerikai accounton, úgyhogy annak mindig örülünk. Hát ez viszont klasszikus 40-es. Viszont a Starfall az jó, bár egyébként meg volt. Nyilván. Na, akkor nézzük csak. Jól emlékeztem? Hát természetesen jól emlékeztem. Mi van, srácok? Ennyit szerettem volna, úgyhogy örülök, hogy velem tartottatok, és hát a holló áldása legyen veletek. És este 10-kor találkozunk Vityánál, és átnézzük az eddig megjelent nagyjából 23 lapot, vagy hát az addig megjelenő lapokkal együtt lesz 23. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok!